Itt az allergia szezon, és egyre több ember életét nehezítik meg az allergiás tünetek. A kezeletlen szénanátha szövődménye asztma vagy orrmelléküreg gyulladás is lehet, sőt most még az is problémát jelentett, hogy Európában, illetve hazánkban is egyre jobban terjedő delta variáns tünetei megegyeznek az allergiás beteg panaszaival. Nyár van, meleg van, szárazság van, por, virágzik a parlagfű, sajnos tapasztaljuk, régi, de vannak új betegeink is. Én azt javaslom mindenkinek, hogy kérje a házi orvosát, hogy kezeljék, vagy szedjék azokat a régen megszokott jó gyógyszereiket, amik eddig beváltak. Tehát tapasztaljuk van. Azért is van egy kicsit jelentősége ennek, hogy egy picit jobban figyeljünk erre oda, túl azon, hogy ez krónikussá válva, akár asztmává is fejlődhet, hanem azért is, mert a delta variáns is egy kicsit utánozza ezeket a tüneteket. A kipirulása a szemnek, trüsszögés, orfolyás, ez mindkét betegségnek tünete lehet. Nincsenek most könnyű helyzetben az allergiával szenvedők, viszont vannak megoldások arra, hogy csökkentsék a kellemetlen tüneteket. Azt javasoljuk, hogy inkább reggeli, hűvösebb időkben történjen a lakások szellőztetése, lehetőleg ruhát váltsunk, ha hazamegyünk, tisztálkodjunk meg, hajat is mossunk, hogy minél kevesebb por, pollen kerüljön a nyálkahártyáinkra, ami izgatja a szervezetet. Az allergia sajnos bármelyik korosztályt érintheti, viszont van esély rá, hogy a megfelelő kezelés hatására enyhébb tüneteket észlel magán a beteg. Nyilván azért azzal, hogy melegebb van, tartósabban száraz az idő, kevesebb eső van, ami a port leveri, tehát egy picit több azért az ilyen tünetekkel jelentkező beteg. Igazából bármikor, bárkinél jelentkezhet. Tehát fiatalabb korban is, középkorúaknál is, de időseknél is. Lehetséges, hogy néhány éven keresztül gyötri a beteget, de utána ez elmaradhat, vagy egészen enyhe tüneteket mutat csak. Sajnos nemigen van olyan család, ahol ne lenne allergiás, de mint ahogy megtudtuk, az előző pár évhez képest nem nagyon nőtt a pollen allergiás betegek száma.